Vécsei László országgyűlési képviselő jelölt nagy eredménynek tartja, hogy a kormány 9% alá szorította le a munkanélküliséget, így a térségben is többen dolgozhatnak, ám úgy látja, itt nem szabad megállni. A fidesz kdnp országgyűlési képviselő jelöltje szerint a Galga mentén az utak állapotán javítani kell, és fejleszteni szükséges a vasúti közlekedést is. Vécsei László fontos közlekedési beruházásként értékeli, hogy összekötik majd a hívet a kettes metróval. Képviselő úr, milyen eredményei vannak általában ennek a ciklusnak ön szerint? 2010-ben úgy vettük át a kormányzást, hogy Magyarországot Görögországgal egy lapon említették, a csőd szélén táncolt az ország, katasztrofális gazdasági mutatókkal, rettetes állapotokkal, Súlyos bűncselekmények, gazdasági visszaélések maradtak büntetlenül, és hát az összödi beszéddel annak nyomán teljes bizalomvesztés alakult ki az országban. Ezt a helyzetet kellett megfordítani. A Fidesz-KDNP kétharmados frakciója azt gondolom, hogy nagyon összeszedett és jó csapatmunkával már a Magyarországot teljesen megújította. Mit tart ön a személyes eredmények az elmúlt négy évet tekintve? Rengeteg olyan eredmény van, amit föl kellene sorolni, természetesen mindent nem lehet egy ilyen beszélgetésnek a keretében, de azt gondolom, hogy a, a válaszok előtt összes településen sikerült valamilyen eredményt elérni. A régi választókerületi településeimen, amit legjobban szeretek talán emlegetni, mondjuk gödölő esetében már 2009-ben elkezdtem lobbizni azért, hogy a Lovardának az építése és az uniós felkészülése történő felhasználása megtörténhessen, akkor még képviselő sem voltam. Egyébként minden településen a választókerületben vagy egy ö, ö, oktatási intézményt, egyházi intézményt, gazdasági célú létesítményt sikerült segítenem, illetve a galgamentének, tehát az új települések számára is van már olyan eredmény, amit föl tudok mutatni, pedig még nem is vagyok választott képviselőjük. Ezek sorában talán a legnagyobb, sok apróság mellett a Bag-Aszód-Domonyi csomópontnak a körforgalmú vállakítása, és ö, azt is el kell mondjam, hogy a legfontosabb választási ígéretemet úgy vélem sikerült megtartanom, hiszen azt ígértem az embereknek, hogy a választási ciklus folyamán mindig elérhető leszek a számukra. A ciklus négy év alatt több mint 130, közel 150 esetben tartottam rendszeresen és minden településen fogadóórát, és ezeken a fogadóórákon Természetesen e-mailben, levélben, telefonon is érkeztek megkeresések. Ezeken a fogadórákon és összességében közel ezer kisebb, nagyobb emberek számára fontos ügyet sikerült segítenem. Kiemelt kormányzati beruházásként Gödölön uszoda épül. Gödöllőnek sok évtizedes gondja, problémája hiánya, hogy nincs gödölőhöz méltó vizes létesítménye. Ezt a több évtizedes problémát nagyon sokan szerették volna már megoldani. Ha jó számolok, akkor a, én előttem 90-től legalább négy egyéni országgyűlési képviselője és legalább négy listás képviselője volt a Gödöllőnek, többen közülük több ciklusban is, és kormánypártiként is dolgoztak. Ennek ellenére jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy egyedül nekem sikerült elérnem azt a kormánynál, hogy Gödöllő egy ilyen igazán Gödöllőhöz méltó létesítmény keretében végre a nehez az uszodához. Valóban egy állami területen, állami beruházás keretében és állami üzemeltetésben készülő 50 méteres sportuszoda kiegészítő létesítmények készülhetnek, ez most már kormányrendeletben van, illetve a kormány határozat is megszületett. A dolog azonban azt gondolom, nem csak ezért fontos, hanem ennek az úszoda történetnek rengeteg tanulsága is van. Például az is tanulságos szerintem, hogy a képviselő akkor is dolgozik, hiszen ez nem egynapos történet volt, amikor éppen mondjuk a helyi lap nem tudósít erről. És az is nagyon fontos ebben a történetben, hogy előállt valami egy érték, ami régóta hiányzik Gödöllőn, és amit közösen meg kéne védenünk, hiszen a Gyurcsány Koalíció nem nemrégiben bejelentette, hogy amennyiben hatalomra kerülnek, akkor a sportlétesítményfejlesztési programokat le fogják állítani. Ez Gödöllőnek bizonyára nem válna a javára. Tehát Szerintem a, a, az előkészítés és az előtörténet ellenére meg kéne próbálnunk ezt az USZODA projektet, ezt a, a, a közös együttműködés alapkövévé tenni. Én a magam részéről azon fogok dolgozni, hogy a, az USZODA alapkőletételen már a város vezetése is jelen lehessen. Munkahelyteremtés ön szerint mit sikerült eddig megvalósítani az elmúlt években, és mik a tervek a jövőt illetően? Nagyon-nagyon fontos. Uh eredménynek tartom azt, hogy országosan sikerült a közel 12%-os munkanélküliséget, ahogy 2010-ben átvettük a kormányzást, ezt most már országosan 9% alá vinni. Itt azonban nyilván nem szabad megállni. A 9% is nagyon sok, akkor is, hogyha emögött egyébként nagyon szép számok vannak, hiszen azt jelenti, hogy több mint 270 ezerrel többen dolgozhatnak ma már, mint 2010-ben. Sőt, ez a választókerületre is, választókerületre nézve is azt jelenti, hogy és körzetében is 2000-rel többen dolgozhatnak már, mint 2010-ben. A kormány különböző programokat indított annak érdekében, hogy minél több munkahely szülessen, a munkavédelmi akció keretében, ami többféle programelemet tartalmazott, több mint 700 ezer munkahelyet sikerült megtartani, megvédeni. És hát természetesen vannak nem közvetlen munkahelyteremtő eszközök is, amik más társadalmi csoportok számára kedvezőek. Ezek közé sorolnám a családbarát adórendszert, családbarát támogatási rendszert, ami most már a gyedeksztrával megfelelve azt jelenti, hogy nagyon sok édesanyja könnyebben tud visszatérni a munkaerőpiacra. Nagyon fontos volt, mindig és fontos marad a jövőben is a vállalkozások támogatása. Ezen belül kiemelt célterület a kis- és középvállalkozásoknak a támogatása, amelyeket szintén többféle eszközzel lehet majd segítséghez, lélegzethez juttatni. Talán az egyik, legalábbis úgy látom, leghatékonyabb eszköz, ez a növekedési hitelprogram, amit a Nemzeti Bank beindított. Csak a közvetlen környezetemben a választókerület három-négy településen látom már most is, hogy óriási projekteket készítenek elő. Konkrétan van egy település, ahol polgármester vagyok, ahol három ilyen beruházás is indul, és ezeknek egyenként is több száz munkahelyteremtő képességük vannak, képességeik vannak. Nagyon fontos itt a belső agglomerációban, különösen Gödöllőn, hogy a, a, a nagyobb cégekkel a kormány stratégiai megállapodásokat köt, amiknek kölcsönös előnyei vannak, és a stratégiai megállapodások mentén ismét csak munkahelyek e, születnek majd. Én a következő évek Terveként azt gondolom, hogy, hogy jó néhány olyan területen kell majd újabb vállalkozási területeket nyitni, ahol egyébként az állam segítségé nélkül nem megy, például is a szegen és kerepesen vannak ilyenek ilyen területek. Itt természetesen képviselőként segíteni fogom majd a települések, a települési önkormányzatok munkáját. Összességében azt mondhatnám, hogy a gazdaságfejlesztési programokat folytatni kell, hiszen a munkahelyeknek azt teremti, az veti meg az alapját, hogyha a gazdasági szereplők egészségesek és bővülni tudnak. A közlekedés fejlesztési programjában mire fókuszál? A választókerület közlekedési szempontból nem tekinthető egységesnek, hiszen a Galgamenti térség, Gödöllő és a belső agglomeráció problémái némiképpen eltérnek egymástól. A Galgamentén én azt látom nagyon fontosnak, hogy az embereknek a munkahelyre jutását, illetve a településközi kapcsolatokat valamilyen módon sikerüljön javítani, az utak állapotán sikerüljön javítani. Adott esetben akár a vasúti közlekedésnek az újra szervezésében is érdemes elgondolkodni, hiszen a vasúti fővonali rekonstrukciók az északkeleti irányú, illetve a, a, a tehát a Vácon keresztül futó. Ez szerintem nagyon jó alapot teremt arra, hogy akár még a kötött pályás közlekedés egyes elemeit is újra gondolja a szakma. Szerintem ez meg is fog történni, annál is inkább, mert nagyon fontos ez a rekonstrukció, hiszen nem csak a galgamentét érinti, hanem nagyon közelről érinti is a szeggödöllő, bag, a szótpolgárait, és a további fejlesztéseket erre lehet építeni. Gödöllőn azt gondolom, hogy talán a legfontosabb közlekedési fejlesztés lesz az elkövetkező években a kettes metrónak és a évnek az összekötése, amin nagy örömmel fogok dolgozni, és a belső agglomerációs részeken, Szintén a településközi kapcsolatokkal, az utak állapotával lesz majd érdemes különösen és kiemelten foglalkozni. Azonban a közlekedés kapcsán szerintem nagyon fontos életminőséget meghatározó ügy az is, hogy a, a közlekedéshez kapcsolódó káros hatásokat hogyan tudjuk minimalizálni, hogyan tudjuk csökkenteni. A, megválasztásom után első napon az első megkeresés a lakosság részéről egy blahai polgártól jött, aki a, az M3-asnak a blahai hídján az ajvédőfal elégtelenségét és, hat, és kevési hatékonyságát kifogásolta. Az egész cikluson végig kísért ez a téma, folyamatosan foglalkoztam vele, és próbáltam valamilyen javulást elérni. Hát most éppen a múlt héten sikerült bejelentenem, hogy az eredmény megszületett. Pontosan azon a részen, egy zajvédő falprogram keretében, pontosan azon a részen a három méteres elégtelennek bizonyú zajvédő falat végre sikerült 5 méteresre lecserélni. Tehát az elkövetkező éveknek nagyon fontos eleme lesz közlekedésfejlesztési szempontból ezeknek az életminőségi javító programoknak a végigvitele is.